Köszönhető most ez a hagyományokhoz eltérő hatalmas létszám a ma este folyamán. A titkot én is szeretném megfejteni, egyelőre nem sikerült. Ugye tavalyi év folyamán is rekordot döntöttünk, tavaly 421 fő vett részt a bálban. Azt hittem, hogy ezt már nem lehet überelni, de ezek szerint lehet. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan itt vannak. És talán mégiscsak tudom, hogy mi a titok nyitja. Azt gondolom, hogy az a nagy összefogás, ami akár az iskola, illetve a szülők között az utóbbi időben megvalósult. Nagyon sok mindenben számíthattunk a szülőkre, nagyon sok segítséget kaptunk tőlük. Tehát azt gondolom, hogyha egy szülő azt mondja, hogy mondd, hogy mit szeretnétek és hozom, ez nagyon nagy dolog. És talán ennek köszönhető, hogy ilyen sokan itt vannak ma közöttünk. Immáron második éve, hogy az iskola igazgatója vagy. Hogyan éled ezt meg, hogy tényleg ennyire sok a segítő szándékú ember? Ez ad erőt, és ez motivál, hogy valóban mindenki ott van mögöttem, és támogatnak, és minden nap megérzem a szeretetüket és a támogatásukat. Tehát ilyen csapattal, ilyen háttérrel azt gondolom, hogy könnyű vezetőnek lenni. A gyerekektől is nagyon színvonalas műsort láthattunk. Kik voltak a felkészítő tanárjaik? A felkészítő tanárok többen voltak, és nagyon érdekes ennek a gyermekműsornak a kezdeményezése is, mert hogy gondolkoztunk rajta, hogy legyen egyáltalán, de aztán a gyerekek is hiányolták, illetve a kollégák is azt mondták, hogy gyermekműsor nélkül nem lehet bál, és nem is kellett őket noszogatni. A kollégák, akik betanították, Szunyiné Marton Edi, Győri Andrea, Lőrinc Anita, Sosné Balázs Katalin és Mihályné Gyapjas Nóra voltak. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit a sorból. Ők voltak azok, akik összefogták ezt a közel 90 gyereket, és hát október óta készültek igazából erre a műsorra, és délutánonként, tehát a gyerekek a szabadidejüket feláldozták azért, hogy itt a mai napon színpadra léphessenek, és ilyen gyönyörű műsorral elkápráztassanak bennünket.
milyen tánccal készültetek erre a jótékonysági bára, és mekkora gyermekek vettek részt a produkcióban? Minyonos produkcióval készültünk, és alsótól egészen felső tagozatos gyerekek jelentkezhettek. Úgy láttam, hogy hatalmas számban részt vettek ebben a táncban. Mekkora is ez a létszám pontosan? 97-en jelentkeztek az iskolából. Ebből most néhányan lebetegedtek, tehát ez egy ilyen 5-6 fővel kevesebben léptek föl. De úgy gondolom, hogy nem látszódott a produkciónkon. Milyen régóta készültetek már erre a produkcióra? Az előkészületek azok körülbelül egy hónapja kezdődtek aktívan, de már évelején gondolkodtak a kollégák, hogy ki melyik munkafázisban vesz részt, és már az ötletek ugye hamarabb megszülettek, de aktívan a gyerekekkel 2 hete kezdtünk el. Még annyit, hogy a gyerekek mennyire várták, mennyire voltak izgatottak, hogy előadhassák ezt a csodás produkciót? Abban bíztunk, hogy a többi műsor rovására nem megy a nagy izgalom, mert az izgalom hatására nagyon sokat tudnak beszélni, és nagyon hangosak. De le lett ellenőrizve, és hál' Istennek ez nem hallatszódott be. De nagyon várták már a főpróbát is, illetve a báli műsort is. A mai bál már a 21. jótékonysági bál, ugye tavaly volt a 20. szülinap. Mi a mai bálnak a mottója? Álmodtunk egy nagyot, tehát az álomvilág, ami a dekorációból is kiderül, és az az álom, amit mi megálmodtunk, és remélem, hogy valóra is válik majd, az iskola udvar felújításának a folytatása, vagyis udvari játékok vásárlására szeretnénk majd a bál bevételét fordítani, tehát tovább szeretnénk folytatni az udvar szépítését, azért, hogy a gyerekek a szabadidőt hasznosan el tudják tölteni. Ugye tavalyi évben elkészült a műtüves pályán, lebontásra került egy épület, ahová majd a játszóteret fogjuk kialakítani, illetve a nagyobbaknak, a felsősöknek kültéri fitnessgépeket szeretnénk majd a rendelkezésükre bocsátani. Úgyhogy ilyen hatalmasat álmodtunk, reméljük, hogy ez az álom minél hamarabb valóra is fog válni. Shining love, shining
nagyon szép angol és bécsi keringőt láthattunk a 8. osztálytól. Mióta készültetek erre a szép táncra, és ki volt a felkészítő pedagógusotok? Hát szeptember 1-én kerültek kiosztásra a párok, és a 2. héten már kezdtük is a próbákat. A felkészítő tanáraink pedig ugye Bori Ildikó, és aki most Németországban tartózkodik, illetve a Szalkai Gábor, akit itt is láthattunk, a tánctanárbácsi voltak. Hány pár vett részt a bécsi keringőben és az angol keringőben? Összesen a két osztályból 20 pár volt. Hogyan készültetek erre a nagyszerű táncra? Minden héten hétfőn találkoztunk a műfázban, és heti 1 órát próbáltunk. Először az alaplépéseket tanultuk, meg aztán kezdtük el a koreográfiát csiszolni. A végén pedig már ugye heti 2 próba volt. Neked volt esetleg valami előképzettséged a táncot illetően? Nem, én nem táncoltam még soha ezelőtt, de az osztály nagy része egyébként így volt. Úgyhogy ez ilyen első tánc volt mindenkinek. Hogy teltek a próbák? Hogyan emlékszel erre vissza rá? Jó hangulatban teltek, mert a tanáraink is igen kedvesen viszonyultak hozzánk, úgyhogy élveztük a próbákat, és hát jó volt, így osztályközösséget is erősítette. Így kezdőként mennyire volt nehéz elsajátítani a lépéseket? Összességében nem volt vészes, mert szerintem azért ügyeltek rá, hogy olyan koreográfiát állítsanak össze, amit azért a kezdők is meg tudnak tanulni. Úgyhogy meg lehetett tanulni szerintem mindenkinek. Mennyire vártátok ezt a ma estét? Hát az utóbbi időben már elég nagy volt az izgalom, igaz, hogy esünk már túl rajta, de hát jól sikerült, reméljük. Nagyon jól érzem magam. Nem csak azért, mert egy ilyen este arról szól, hogy az emberek kikapcsolódjanak és érezzék jól magukat, hanem azért is, mert tele van a terem. Nagyon sok ember döntött úgy, hogy befektet a jövőbe, szoktuk volt mondani, ha nagyon nagyot akarunk mondani. Az a fajta összefogás, amit tapasztalok az elmúlt években, és hál' Istennek nagyon szépen működő összefogás, azt nagyon meg kell becsülni. A szülők, a pedagógusok, az önkormányzat együtt tesz azért, hogy a gyermekeinknek jobb körülmények között legyen módjában tanulni. Az elmúlt esztendő bálja is erről szólt, és előzetes beszélgetéseink során az is kiderült, lehetséges, hogy ezt is összetesszük, és az iskola udvarának, a központi iskola udvarának a szebbé jobbá tétel, a gyermeknek játszó szerek beszerzése fog majd lezajlani, de ezt majd az igazgatóasszony biztosan elmondja. Nekem az a dolgom, hogy azt ezen a lehetőségen keresztül is azt hirdessem, hogy igen, az a házasság, ami a tankerület által vezetett pedagógiai munka és az önkormányzat között megszületett, igen, ők az üzemeltetők, mi meg a
a fenntartók. Tehát nekünk együtt kell dolgozni, ez nagyon szépen működik. Ők mindig kérnek, adják, amiük van, aztán mi odaadjuk, jó, akkor legyen. Hál' Istennek műpüves pálya, az udvar rendezése, egy ajtó, egy gyönyörű műemlékajtó készült el, így ebből az összefogásból, illetve ennek az összefogásnak a segítségével. Én azt gondolom, hogy azt mondom mindenkinek, hogy most érezzék nagyon jó magukat, vegyenek nagyon-nagyon sok tombolát, és akkor készüljenek jövőre egy még nagyobb, még szebb rendezvényre.